Vándorló bográcsok, ugye volt némi kihagyás a történetben, most ugye újra össze tudott gyűlni a térség közössége. Szajol, ahogy látom, egy olyan udvarházzal készült, amelynek több szempontból is érdekes a kapcsolata, hiszen ez a vasút történet, ez már előjött Szajol életében, nem is olyan régen. Igen. Hát tulajdonképpen minden évben valami különlegeset próbálunk kitalálni itt az udvarházba, és hát úgy gondoljuk, hogy Szajol egy igazi vasutas település, hát nem úgy gondoljuk, mert az is, és hát most ezt próbáltuk megjeleníteni, hiszen nagy múltja van Szajolban a vasútnak, mindenki tudja, hogy Szolnok összekötésével itt Szajolban válik szét a 100 meg a 120-as pálya, ugye Debrecen, illetve Békés Csaba felé, tehát egy nagy vasúti csomópontként vagyunk számon tartva Szajol település. Azt gondolom, ha a Szajolban lakók nagy többsége érintve van a vasút által, hiszen nagyon sok munkahelyet biztosított, meg biztosít még a mai napig is. Már sajnos Szajolban nem annyit, mint régen, de Szolnokon a járműjavító, illetve az összeszerelő üzemek visszahozták a munkahelyek számát, csak már nem Szajolba. Ezt a múltat szerettük volna megjeleníteni, és azért vagyunk feldíszítve mindenféle táblákkal, vasúti előjelzőkkel, sorompóval, hiszen ez mind a vasutat jelképezi, és most itt a 11. bográcsos, vándorló bográcsok találkozóján mi az udvarháza ennek alapján díszítettük fel. Mivel készültek a bográcsba? Hát a főzés az ugye egy picit kötött, mi behajlottunk ebbe, hiszen megint kaptunk egy fél sertést, amiből lehet valamit főzni, és a főző versenybe így ezzel a fél malaccal nagyon egyszerű ételt főztünk, sertéspörköltet, de úgy a fél malacból, tehát minden részét beletettük, nem válogattuk most szét, és ehhez tarhonyát, kovászos uborkát tudunk kínálni az ideérkezőknek, illetve volt délelőtt egy kis szendvicses fogadás, és hát ha jól laktunk, akkor utána házi készítésű süteményekkel tudjuk kínálni a vendégeinket. Ugye nem csak gasztro, hanem kulturális találkozó is, ez most már nagyon-nagyon-nagyon régóta. Kulturális tekintetben mivel tudott készülni az idén a település? Igen, nekünk van egy népdalkörünk, aki Szajollal kapcsolatos, vagy Szajolhoz köthető népdalokkal készült most a színpadra, illetve van egy citara a zenekarunk, akiből egy tag most citarával lépett fel a kis színpadon. Ezen már túl is vagyunk, örülünk neki, hogy ilyen kulturális módon is be tudunk csatlakozni ebbe a találkozóba.